Kedves, szeretett testvérek, hát az idősek, szülők, nagyszülők tudják, hogy gyerekek, fiatalok annyi kérdést tudnak feltenni. És úgy tűnik, mintha a mostani időben még többet tennének fel, mint régen. Ha mi van háború? Mi van ennyi rossz? Civakodás, veszekedés. Igen. Ezt a kérdést feltették ugye a tanítványok is Jézusnak. Megkérdezték tőle, hogy hát honnan került ide ez a konkoly. Nem tudom, hogyha ugye most már annyira vegyszerezik a búzaföldeket, hogy ritkán lehet látni konkolyt, de igazából ez egy szép virág. Jobban néz ki, mint a búzavirág. Szóval, mint a búza maga. Igen. De a magja, ami szintén hát olyan tetszetős, mérges növény, és aki megeszi annak, az beteg lesz tőle. Ezért külön kell szedni. Igen, a rossz sokszor már szembetűnően szép is tud lenni. Érdemes megnézni, ugye, Mária lábánál ott van a gonosz lélek, ahogy Mária letapossa. De ha megnézzük jobban azt a gonosz lelket, egy csinos fiatalembernek tűnik. Tehát nem föltétlen patával, meg nem tudom, hogy kell elképzelni. Ugye Jézus maga mondta, hogy az ördög, mint ordító oroszlán jár körül, hogy kereső, hogy kit nyeljen el. Persze erre mondhatjátok, testvéreim, azt, hogy kilátok már ördögöt, miket beszél papbács 21. században. Nem én beszélem, Jézus mondja, egyfelől. Másfelől meg, tudjátok, hogy Magyarország legnagyobb egyetemének a névadója, Szemmelweis Ignác professzor úr, hát ő nőgyógyász volt. És igazából, hát gyógyította a betegeket, híres, neves orvos volt, és az ő testvérének a gyereke, unoka, húga, első gyerekét várta. Hát természetesen elvitték a híres professzorhoz. És hogy nem, műtét után vérmérgezést kapott, és meghalt. Annyira megviselt ezt a híres professzor urat, hogy nem tudta megmenteni. Miért halt meg? De mindent jól csinál. Honnan van az a vérmérgezés? És elkezdte nézni a statisztikákat, és kiderült, hogy egy anyának nagyobb esélye volt, az 1800-as évek második felében van, túlélni a szülést, ha otthon szül, vagy útközben szekérbe szül, mintha a kórházba fog szülni. Sokkolta őt ez a statisztikai összerapa. És elkezdett gondolkozni, mi lehet? Hát megmosták meleg vízzel, szappannyal a kezüket, nem tudom, tiszta. És akkor arra jött rá, hogy kell legyen valami még ott olyasmi, amit ő nem lát, de ott van. Akkor még nem volt mikroszkóp, tehát nem tudtak arról, hogy bacillusok, vírusok, meg ilyenekről, nem tudott az emberiség még akkor. És klórmeszet hozott, és abba mosta meg a kezét, és mindent, ami a kórházban volt, lefertőtlenített. És nagyon hamar kijött az eredmény, hogy sokkal kevesebb a fertőzés, haláleset. Hát az ő kórházába, ahol mindent fertőtlenítettek, újból és újból. Ugye akkor még nem volt gumikesztyű, nem tudom. Hát az orvosok műtöttek, halottat boncoltak, megmosták a kezüket, de itt-ott a körmük alatt ez az megmaradt. És Szemmelweis úr le is írta ezt egy hosszú cikkbe, hogy mi orvosok akaratunk ellenére embereket ölünk. Hogy nem elég tiszták a kórházaink. Na most képzeljétek el, hogy hát a kiegyezés utáni időkben magyarországi híres kórházak, hát hogy fellázadtak, hogy mi? Hogy lehet ilyen mondani? Hát néztük, nagy ittóval, nincs ott semmi, hát mit idétlenkedik? És képzeljétek el, a feszültség annyira ment, hogy Szemmelweis urat meghívták Bécsbe egy kórházba, hogy nézze meg. És akkor bement,
akkor rárontottak ilyen fogmegek, kényszerzubbontattak rá, hogy elment az esze, lekötözték, és nem engedték haza. És ott ebben a dulakodásban úgy megsérült, hogy ő is végül hát vérmérgezésben meghalt, és egy pár év múlva, amikor felfedezték a mikroszkopot, és megnézték, és látták, hogy hogy nyüzsög az a rengeteg élőlény, hát akkor, hogy mondjam, rehabilitálták a professzor urat. És ma, hát az orvostudománynak, hát ő a zászlós hajója. Igen, nem látjuk az ördögöt, valóban így van. De a hatását, a munkájának a következményeit, azt nagyon sokszor érezzük. Hány családot láttam széthullani, szépen indult reményteli fiatalokat egymás torkának esni. És hogy megmernék esküdni, ezek az emberek nem voltak, nem olyan rosszak. De valahogy valami ráveszi őket arra, hogy butaságokat tegyenek. Az ember önmagában hajlamos a rosszra, ugye van a szemek kívánsága, a test kívánsága, az élet kevéssége. De a gonosz lélek erre valahogy rásegít. Mint ahogy a halász is, ugye, a horogra kis kukacot, hernyót rak, finom falatot, és a buta hal bekapja. Én azt gondolom, hogy a gonosz lélek is ugyanígy próbál nem csak egy-két embert, mindannyiunkat lehalászni. Nézzük meg, hogy hogy szokott kísérteni, ugye? Hát a test kívánsága. Hát reggel milyen nehéz felkelni, nem? És ott van az a finom falat, és a nem tudom, hajdi gombóc, azt is megenném fajlaltat, igaz? Mindenki érzi a test, hát kísért. És ilyenkor jó a nagymama, hogy azt mondja, kicsi szívem, most a süteményt letesszük, megesszük a finom húslevest, nyami-nyami, utána más is, aztán majd végén kis desszerttel elbúcsúztassuk az ebédet. Hát a gyerek magától biztos, hogy hát én mindig azon gondolkoztam, hogy mi kell azt a, annyit várni azért a finom süteményig. Hát mi nem lehet azzal kezdeni az ebédet, nem? Kibáltani a lábost. De nagy idősek azért tudják azt, hogy hát igen, vannak olyan testi kívánságok, amiket nem szabad teljesíteni. És ezért a nevelőnéneggel fölkelt, és azt mondja, hogy na, nincs kedved, de gyertek, mennénk tordászni, mert ez jó lesz. Ma megint. Na, ismerős. De a test kívánság az is, amikor megkívánsz egy fiút, vagy egy lányt, szeretné vele együtt lenni. És akkor olyankor az idősebbek azt mondják, várj, hagyd udvaroljon, mutatkozzon be, mutassa meg, hogy mire is képes. Nem kell sietni a testi kapcsolattal. Igen, a gonosz lélek most azonnal, igen, lefekszünk. Nem. Test kívánsága. Biztos, hogy le lehet győzni a kísértéseket, de az is biztos, hogy nem könnyű. Aztán ugye ott van a szemek kívánsága. Látsz egy szép ruhát, egy cipőt, egy autót, kell. Olyan kicsi a gyerek, még nem is tud járni, de meglát valamit, neki már kell. Aztán odaadod, megnézi, megkóstolja, azt eldobja. Kell. Bennünk, ott mindenkiben ott van. És a gonosz lélek erre még rájátszik. Vegyél fel egy kicsi kölcsönt. Igaz, hogy nincs szükséged egy akkora dzsipre, de mi ne vedd meg, ha másnak is van. Ha milyen jól mutatsz benne, nem? És így tovább, szemek kísértése, kívánsága. Mennyi limi-lomit, hogyha őszinték vagyunk, és hazamegyünk, és megnézzük a lakásunkban, mennyi olyan fölösleges lim-lomot hazahortunk, ami nem kellett, akkor se, most se kell, és csak rakjuk egyik sarokból a másikba. Nem, de így van. Miért vettük meg? Miért adtunk időt, pénzt, energiát érte? A szemek kívánsága. Igen. És folytathatnánk tovább. És ugye ott van az élet kevéssége.
Múltkor láttam egy ilyen filmet, szóval nem, kint az erdőben láttam, egy zarándokoltunk, és ott a juhok legeltek. Hát volt ilyen 8-10 juh, nem volt több. És hát ugye egy nagy zöld mező, most sok eső van, valamit enni bőven, és mégis az egyik juhot tevet, és a másik oda ment mellé, és taszította félre, de önök az kell. Ez arrébb ment, ez utána ment, az kell neki. És ugye elnézte, hogy birka, zöld az egész mező. De ő dominálni akar, meg akarja mutatni, ki itt az úr. Most a balatoni csillagösvényen ugye gyerekek fagyiztak, s láttam egy helyet, hogy én is ott álltam, és egy nagymama, nem a mi gyerekeink közül való volt, ott sorba álltunk mi is, gondolom, vett egy csomó édességet az unokának, de neki még az is kell. És mondta, nem, eleget kaptál, ennyi volt. És az a 4-5 éves gyerek odament, ő, mama, így új, olyan jelenetet, belerugott a nagymamájának a lábaszárába. Hát úgy jött, hogy oda menjek, hogy egy kicsit pedagógiailag helyre tegyem a gyereket. Mert ilyenkor ugye gyerek mit akar? Meg akarja mutatni, ki itt az úr a háznál. Úgy se tudja megenni, annyi édességet kapott, de neki az kell. Miért? Hogy domináljon. Hogy ő parancsoljon. Hát ilyenkor ugye annak idején kaptunk egy taslit, még azt is elvették, ami volt, és akkor mindjárt lehúztuk magunkat. Igen, testvéreim, mindenkiben ott van ez a vágy. Dominálni akarsz. Munkahelyeden. Nagyon sokszor nem azért teszel valamit, mert tényleg reálisan szükséged van rád, hanem a gonosz lélek, ne engedd, hogy mit gondol a másik magába. Hogy mutasd meg, hogy ki az úr a háznál. Hát a Jézus Krisztus meg tudta mutatni karácsony éjszakáján. Közénk jön. Hát akkor mi ne lehetnénk mi is szelidebbek, alázatos, engedjük a másikat. Szeretettel, türelemmel, győzzük le ezt az úrhatnákságot, ezt a parancsolhatnékosságot. Igen, a gonosz lélek kísért. Nekünk, felnőtteknek, az időseknek pont az a dolgunk, hogy hűtsük a környezetet, nyugtassuk az indulatokat, lelkesítsük a gyerekeket. Itt ebben a templomban volt, jött egy néni, hogy mondjak én misét, hogy az ő unokája Kanadába kapjon munkahelyet. Ismertem jól a néni, és mondtam, nem fogok ezért imádkozni. Hát azt mondja, mi? Megfizeti. Hát mondom, maga annyit nem tud nekem fizetni. Hát én nem haragszok magára. Azért, hogy hazajöjjön onnan a világ végéről. És itt déván kapjon munkahelyet, és egy ügyes fiatalemberhez hozzamenjen családot alapítani. Na azért imádkozunk, reggeli ott ketten térgyelünk és imádkozunk. Azért, hogy ott a világ túlsó felén valahol gyökeret ereszel, hogy maga többet soha ne lássa a unokáját, csak Skype-on, néha, karácsonykor. Hát mondom, maga nem bántott engemet, én ilyen magának nem kérek. Nézett a néni egy darabig, és azt mondja, tudja mit, atya, igaza van. Én se fogok többet ezért imádkozni. Nem jó az, hogy a világ szétpriccolunk nagyvilágba. Ha egymás mellett vagyunk, még egymást tudjuk egy kicsit gyepálni, megtartani. De ott egyedül, külön egy lány, mit tudom, őnek is vannak vágyai, sodródni fog ide-oda, mit tudom én, mi lesz belőle? Tényleg jó neki az ott, hogy egyedül ottan, hogy több pénze lesz? Hogy te el tudod mondani, hogy az én unokám Kanadába lakik. Balgasság, testvéreim, balgasság. Hány ilyen fiatal sodródott el a nagyvilágba, itthon is meg lehet élni. Merjük kimondani a gyerekeinknek, unokáinknak. Emlékszem, hát ez egy családi történet. Krumplit szedtünk, édesanyám még 5 voltak testvérek, és mindig mindent nagyjából egymásnak kalákába, szépen Székelyföldön, 70-es években még így volt, végeztek. És az egyik fiatal ember, hát a legfiatalabb a testvérek közül, hát ő is udvarolt, nem tudom miféle. És én, nekem, mint gyereknek nagyon tetszett, hogy milyen finoman a család, szépen. Mindenki elmondta véleményét, hogy kell viselkedni, mit kell csinálni.
Közben a zsákok teltek, a krumpli gyűlt, és én azt gondolom, hogy nagyon sokszor nekem is, mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy a sok mindent megtapasztalt idős emberek elmondják a véleményüket. Nem biztos, hogy meghallgatom, de jó, hogyha elhangzik. Gyerek voltam, olyan 3-4-es osztályos, és hát, édesanyám mindig meleg ételt főzött, és hát paradicsomleves volt. Én amúgy nem érzem az ízeket, én bármit meg tudok enni, tehát ilyen problémám nincs, de akkor úgy rájött a dackorszak rám, hogy megmutatom, hogy ki az úr a háznál, és mondtam, nem eszem meg, mert nem szeretem. Édesanyám azt mondta, már pedig megeszed, és leült az asztalhoz mellém. Na, és ott néztük egy darabig a paradicsomlevest, közben én fogtam egy legyet bele, mondjuk légy benne, mert nem tudom megenni. Hozott új tányért, új levest, nem tudom mi. Ott ültünk esti. Én a történetet nagyjából el is felejtettem. És akkor haldoklott édesanyám, ugye sokat ültem az ágya mellett, beszélgettünk mindenről, és azt mondja, te olyan makacs voltál mindig, és mondom, édesanyám, honnan veszi ezt? És elmondta ezt a történetet az ő verziójában. Én úgy élte meg, hogy egész estig ott ültünk, és temettük. Nem ettem meg a levest, és hogy hát neki ez kudarc élmény volt. És akkor elmondtam, édesanyám, ez lehet, hogy akkor én győztem. De én nem voltam buta gyerek, én tudtam, hogy én még egyszer életemben egy hülye paradicsomlevese egy délután nem fogok feláldozni. És többet soha nem vittem édesámmal semmit törésre. Igen. Idősek világnapja van. Én azt gondolom, hogy ne mondjuk azt a fiataloknak, hogy hát én már nem is értek ez a mai világhoz, csinálj, amit akarsz, nem. Vannak örök értékek, és a szülőknek, nagyszülőknek tetszik, nem tetszik az unokáknak, a gyerekeknek, azt ki kell merni mondani. Igen, az érték az mindig érték lesz, a limilomi, a bűn az sose fog gyümölcsöt teremni a gyermeket az unokád életében. Adná az Isten tényleg, hogy megbecsüljük a családjainkat, összetartsunk, összezárjunk, együtt, közösen, egész biztos sokkal erősebbek vagyunk, mint külön-külön. A gonosz lélek azt szeretné, hogy szétpancsoljon bennünket, szétpriccentsen a nagyvilágba. Egyik itt, a másik ott, és külön-külön biztos sokkal könnyebben le fog vadászni. Fogjuk meg egymás kezét, álljunk föl, és imádkozzunk az Úrhoz.